Hegyi Gyula, MSZP volt alelnöke, EP képviselő és parlamenti képviselő is volt, írói, újságírói tevékenysége mellett. Hogyan került bele a politikába újságíróként, szépíróként? Igen, tulajdonképpen még a kérdéshez hozzátenem, hogy eredetileg mérnök a végzettségem, mi egyetemen végeztem, utána lettem újságíró. Én 90-i kulturális újságíró voltam, filmekkel foglalkoztam, Magyar Hírlapnál, tévével, színházzal. Politika közelébe nem mentem, talán azért, mert a 90 előtt a kulturális újságírás sokkal szabadabb volt, mint a politikai újságírás. Filmfesztiválokra jártam, és ezzel foglalkoztam, verseket írtam, köteteim jelentek meg. És tulajdonképpen 89-90-ben, amikor a rendszerváltozás elkezdődött, akkor úgy éreztem, hogy itt az idő, hogy egy demokratikus baloldalt esetleg lehessen támogatni, vagy elkezdtem a Magyar Hírlapba elkezdtem publicisztikákat írni. A Magyar Hírlap volt egyébként a rendszerváltozásnak a napilapok közül tényleg a vezérhajója, ha lehet így mondani. Az ottani publicisztikák azoknak, a Németh Péter, aki ma is a Porondon van, Gáda Iván, aki meghalt, de még a Moldova Györgyét nekünk, Eszékely Júlia, tehát elég jó gárda volt ott, és egy ilyen, hát tulajdonképpen egy SZDSZ közeli lap volt, és én megpróbáltam egy ilyen szocialista vonulatot beletenni. A legnagyobb, akkor egyszavas címek voltak a publicisztikának is, hát a legnagyobb dobásom az Antal cím volt, ami 90 nyarán jelent meg, amiben elég keményen nekimentem annak, hogy Antal egy ilyen jobboldali, arhaikus restaurációt akar Magyarországon, és hát egészen másra lenne szükség. És akkor még annyira furcsa volt, szóval demokrácia volt néhány hónapja, de furcsa volt, hogy valaki, egy ismeretlen fiatal ember, még jóval 40 alatt, neki megy így a miniszterelnöknek. Úgyhogy akkor az Antal két vagy három nap múlva egy kolumnás interjúba igazított helyre, ami természetesen, aki itt kicsit is ért a politikához, ezt tudja, hogyha egy viszonylag ismeretlen embernek a miniszterelnök válaszol, akkor az fölemeli a kissé ismeretlen embert, úgyhogy tényleg mostán már biztos ebből balhé is lenne, akkor az amerikai követsége is elhívtuk, hogy ki ez, megnézni ki ez, és akkor aztán bekerültem a Demokratikus Garda szóvivője lettem, és még nem voltam akkor a MSZP tagja, és akkor Horn Gyula, tényleg így volt, Horn Gyula egyszer csak fölhívott 92 táján, hogy nincs-e kedvem tanácsokat adni neki, és akkor bementem a Fehérházba, a képviselőházba, aztán 10 évig dolgoztam, és akkor leültünk, és akkor az első kérdés volt, hogy mennyit kérsz, ezért mondom. De figyelj, képzeld, hogy elfogadok tőled ezért pénzt. Hát ha majd hívsz, akkor elmondom, hogy szerintem mit kellene csinálni. És aztán hidd el, hogy, vagy higgyel, hogy így volt. Én soha nem szoktam reggeli tévét nézni, mert lehet, addig alszom, ameddig csak lehetséges. És egyszer mentem be a Magyar Hírlap szerkesztőségbe, hogy 93. novemberre táján, és mindenken furcsán nézett rám, és nem tudtam, mi történt. És akkor kiderült, hogy reggeli műsorban Horn Gyula elmondta, hogy hát nem csak régi káderek lesznek a listán, hanem olyanok is, mint Hegyi Gyula és Pécsi Ildikó, Donát László, akik nem pártok, ők fogják vezetni a listát. Hát még nem is vezettem, de olyan helyen voltam, hogy totál biztos volt, hogy bejutok. A magyar parlamentben is ugye a nemzetközi kapcsolatok felé tekintgetve, és ugye az európai integrációs ügyekkel is foglalkozva, az Európai Tanács van, az Európa Tanácsban is tevékenykedett, ami ugye akkor, amikor ugye Magyarország még nem volt az EU tagja, volt egy olyan már meglévő keretrendszer, amiben a magyar politika szereplői is, a parlamenti képviselők, akik részt kívántak venni a EU integráció előkészítésében, már elkezdték ugye kiépíteni a kapcsolatokat. Milyen volt az akkori időkben ez a munka, és mennyi, hogyan fogadták ugye az európai, nyugat-európai politikai közéletben az újonnan aspiráló érkező országoknak a politikusait?
Az az igazság, ez utólag biztos önfényezésnek tűnik, de nem magamat, hanem Magyarországot fényezem. Magyarországnak nagyon-nagyon jó volt. 94-ben lettem én Európa tanácsi tag. Magyarországnak nagyon jó volt a Nimbusza. Tehát akkor még élt ez a reform, hogy Magyarország a reformok élén állt, ugye a Kádár rendszer végén már majdnem liberális rendszernek tűnt a nyugat szemében. Tetszett az is, hogy Magyarországon olyan pártrendszer alakult ki, ami nyugatiak számára érthető volt, hogy van egy konzervatív, egy liberális, egy szociáldemokrata. Tehát mindenképpen is nagyon jó volt a csapat. Tehát akkor olyan kés, gyakorlatilag mindenki, aki a delegáció tagja volt, legalábbis a nagyobb pártok részéről, aztán az Európai Parlamentben folytatta a munkáját. És még egy olyan hangulat volt, ami ma elképzelhetetlen, tehát ugye 14 tag volt a delegáció, 7 főtag és 7 megfigyelő, és akkor Súlyán László volt amikor a Fidesz időkben a Súlyán László, a szoci időkben a Tabajdi Csaba volt a delegáció vezető, ugyanabban a szállodában, a Troárhoz, ma is emlékszem, a három rózsa nevű strasbourgi szállodában laktunk, volt egy külön terem, és este, ma mennyi hihetetlen mai szemmel, a fideszesek, a MDF-esek, mi szocik, SZDSZ-esek, leültünk, beszélgettünk, vicceket meséltünk, szólt. Na, ez a nagyon összetartó csapat volt, és kicsit anekdóta szerűnek hadd, de tényleg így volt, hogy a Lord Russell angol képviselő volt a Európa Tanács elnöke, és ott is van olyan, hogy vezérszónok, tehát hogyha valaki egy témában a vezérszónok, és akkor valamilyen téma volt, és akkor nevetve mondta, hogy a néppárt részéről a Súlyán, az egész néppárt részéről, ugye 40 párt beszélt a Súlyán, a liberálisok részéről a Szent Iványi, a szocik részéről Szerény személyem, és akkor szólította, és a kommunisták részéről azért nincsen, mert nincs magyar. Úgyhogy most elfogadunk egy olyat, hogy nem magyar a vezérszónok. Ez anekdóta szerűen hadd, de azt mutatta, hogy mi nagyon komolyan dolgoztunk. A parlamentnek nagyon jó volt a háttere, tehát itt a magyar parlamentben volt egy külön Európa tanácsi osztály, ami vagy csoport, ami fölkészített minket, és akkor még nagyon meg akartam mindenki mutatni, hogy milyen jó európaiak vagyunk. Ez volt benne. És hát amikor nyilván most is nagyon jó emberek csinálják, de hát amikor ebből a 14-ből legalább 67-en elmentünk az Európai Parlamentbe 2004-be, akkor próbáltuk továbbvinni ezt a hangulatot, mivel ez lesz majd a következő kérdés, de hát az Európai Parlament sokkal nagyobb és sokkal kevésbé alkalmas arra, hogy egy kis ország képviselője kitörjön benne. Az Európai Parlamentben ugye ez a frakciósodás azért ugye erőteljesebb, mint ahol nemzeti delegációk vannak ugye a frakciók mellett, és ugyan elvileg struktúráját tekintve mindkét helyen megvannak a nemzeti delegációk is, akár a pártokon belül a nemzeti delegációk is, illetve ugye a különböző pártcsaládok. A szocialista pártcsalád és a többi pártcsalád közötti kapcsolat hogyan fejlődött ezekben az időkben, és személy szerint ugye nagyon sokszor van az, hogy egy-egy képviselő a jobb vagy rosszabb kapcsolatot ápol a frakción kívüli többi képviselővel, adott esetben egy-egy szakmai ügy kapcsán, mondjuk egy-egy intergroup révén jön össze más frakciókból, egy szorosabb szakmai és baráti kapcsolatot képítve, vagy akár a különböző MEP országdelegációk kapcsán. Milyen volt a nem szocialista képviselőkkel a kapcsolat az EP ciklusában? Hát én két bizottságban voltam, a környezetvédelemben és a kulturálisban. A kulturális volt a könnyebb, mert a kultúráért harcoló emberek voltak, tehát a Doris Pack, német keresztény demokrata képviselőnő volt a elnök a bizottságnak, én vele nagyon jó viszonyban voltam, és a filmügyekben, másban. Ott gyakorlatilag mindannyian együtt dolgoztunk, mert olyan kevés jut az Európai Uniós büdzséből kultúrára, olyan kevés a kulturális kezdeményezés, hogy abban nagyjából egyetértettük. Ugye a Környezetvédelmi Bizottságban másról volt szó, hiszen ottan egy-egy szabályozás az iparra, vagy kereskedelemre egy szabályozás milliárd vagy 10 milliárd euró sorsa, mondjuk egy vegyipari
anyagnak a betiltása, vagy éppenséggel a vámszabályozása környezetvédelmi szempontokból. Ott leginkább a kommunista és a zöldekkel alapvetően, és a kommunista frakcióval tudtam inkább dolgozni. Az volt egyébként, mindig azt éreztük, hogy hát ott klasszikusan jobb oldal volt, bal oldal volt, hogy a nagytőke érdekeit a néppárt képviselte alapvetően az Európai Parlamentben környezetvédelmi szavazásoknál. A dolgok általában mindig úgy múltak, hogyha a liberálisok mellénk álltak, a baloldali blokk mellé, akkor az ment át, hogyha a liberálisok, főleg a német liberálisok, a szabaddemokraták, akkor elég erősek, talán 17%-kal voltak, akkor, ha jól emlékszem, még a Westerwelle alatt, akkor átálltak a néppárthoz, akkor elvesztettük. De arra emlékszem például, hogy a kis frakciók, tehát a kommunistáknak nagyon kevés képviselője volt, akkor még olasz és görögök voltak a parlamentben, és mind a ketten odajöttek hozzám egy idő után, hogy úgy látják, hogy nagyjából azt képviselem, mint amit ők nem igen értenek a dolgokhoz, ha jelzik, akkor úgy is megszavazzák, mert 8-10 bizottságban dolgoznak, talán 5-en vannak vagy 6-an, nem tudják követni. A zöldekkel meg azt csináltuk, és ezt ennyi idő után elmondhatom, mert már igen nem csinálom, hogy egy teljes szereposztás volt, hogy ők beadtak egy nagyon radikális ugye mindig úgy van, hogy a legkisebb várható támogatást bio módosítókkal kell szavazni előbb, aztán a nagyobb párt által beadott majd az egész szövegről. Tehát ők beadtak nagyon vad, mondjuk itt nagyon vad zöld javaslatokat, ha azt leszavazták, akkor aztán átálltak ahhoz, amit én vagy a Simon Gergely volt az asszisztensem, aki aztán a Greenpeace-nél lett itthon vezető szakértő, úgyhogy jól dolgoztunk. Együtt lehetett dolgozni. A liberálisokkal meg úgy volt az ember, hogy mindig megbeszélte velük, aztán vagy sikerült átvinniük a zöld érzelmű liberálisoknak, akik velünk foglalkoztak, vagy pedig valahonnan jött egy utasítás, hogy hát azért ez túl sokba kerülne. Egyik fő téma, amit már a magyar parlamentben is, és aztán az Európai Parlamentben is vitt, és szakmai életének is egyik kulcs mozzanata, ugye a sajtó, a médiapolitika. Ebben a nemzeti hatáskör és az EU-s hatáskör mennyire tud beleszólni, mik az arányok, hiszen gyakorlatilag egészen különböző médiarendszere van az Európai Uniós tagországoknak, mégis igyekszik az EU egyfajta keretrendszert adni, és bizonyos standardokat előírni, ugye Jourová a bizottságból, aki főként ezt szorgalmazza a jelenlegi időszakban. Ezek a média szabályozási folyamatok, amik valóban inkább tagállami hatáskörben vannak, mint uniósban, ezek az ügyek hogyan mentek akkoriban, és hogyan alakult ki az a fajta média szabályozás, ami egyrészt az Európai Unióban egységesen érvényes, másrészt ami specifikusan magyar. Hát amiben többször interpelláltam, vagy szóvá tettem, az a Euronews, hogy nem volt magyar nyelven Euronews, és azért több más magyar képviselő, de leginkább én szorgalmaztam, hogy a Euronewsnak legyen magyar adása, és ami lett, de hát nagyon kevesen figyelik, úgyhogy tulajdonképpen igazából valószínűleg túlbecsültem a jelentőségét, vagy a szerepét. Akkor a másik, amivel foglalkoztam, aminek én voltam a raportőr, ez a filmtörvény. Ennek ugye két része volt, egyrészt az, hogy a film, Európában készült filmeket támogatni lehessen, ez tulajdonképpen valamilyen módon, ha ez áru lenne, termék lenne, akkor ez tiltott állami támogatás lenne. És ezzel kapcsolatban volt egy régi állásfoglalás, hogy ez nem vonatkozik erre, tehát tovább is lehet államilag támogatni, és akkor ezt kellett megújítani, és erre alakult ki egy koalíció, amit végigvittünk, és akkor ezzel kapcsolatban voltak kisebb szabályozások, hogy a filmarchívumokat hogy lehet több pénzzel támogatni, hogy lehet, és ennek következtében volt is olyan, hogy magyar filmeket megtaláltak, spanyol vagy két háború között készült filmeket, mert egységesítették a
filmeknek a nyilvántartását, és így, ha valahol kallódik egy magyar film, akkor ennek a segítségével meg lehetett találni. Igazából a médiában csak ilyen oldalágilag lehetett beleszólni, hiszen nem az Európai Unió szabályozás alá tartozik, de hát tagja voltam a Nyugat-Balkáni Bizottságnak, a Nyugat-Balkáni Parlamenti Delegációnak, és ott aztán keményen próbáltuk elmondani a koszovói, horvát, makedon barátainknak, hogy hát a sajtószabadság az milyen fontos dolog. Tehát na, sokat, például emlékszem, hogy Skopjében sokat beszélgettem újságírókkal arról, hogy milyen panaszaik vannak, és akkor próbáltuk ezt olvasolni Brüsszelből. Amíg valaki nem tag az Európai Unióban, addig jobban lehet, azt mindannyian tudjuk, mint már tagállamnak a média szabadságát nagyon nehéz kiharcolni. Az egyik fő terület, amivel szintén foglalkozott Árnyék jelentéstevőként, az a roaming, ami miután már szinte teljesen áttevődött a vezetékes telefonálásról, a mobiltelefonálásra a kommunikáció, és sokan ugye az internetet is mobiltelefonon keresztül használják, vagy akár a számítógépre is a mobil internetet tudják megosztani a telefonjukról, tehát ez egy kulcskérdés lett ugye a mobil szolgáltatásokhoz való hozzáférés, és akár ugye a saját tagállamon kívül is. Ez a roaming ügy, ez hogyan alakult az Európai Parlamentben, hiszen több évbe telt, míg a kezdetben iszonyatosan magas árakat le tudta törni jogalkotói eszközökkel az Európai Unió. Igen, hát ez volt az egyik legnagyobb vívmánya szerintem az Európai Parlamentnek, ami látható és kézzelfogható. És olyan természetes, hogy tulajdonképpen csodálkozunk, hogy nem az volt. Meg kell mondani, a Vivian Reding biztos asszony, akit egyébként a fideszeseink nem igen szerettek, aki Magyarországot is sokat bírálta biztosként, de a Reding volt ennek a főharcosa, ő vitte végig. Luxemburgi Európa, néppárti, fontos hangsúlyozni, néppárti. Egy interjúval valahol még mondta is, hogy amikor az Orbán Viktor kisztitkár volt, ő már akkor is néppárti volt. Tehát ezt meg nyilván fölkészítették, hogy tegyen egy ilyen megjegyzést. Na minden esetre. És mi a parlamentben átéreztük, hogy hát tulajdonképpen majdnem olyan jelentős, mint az euró. Tehát, hogyha az emberek ugyanazzal a pénzzel fizetnek, ugyanúgy telefonálnak, mintha nem lennének otthon, a másik országban lennének, ez egy kicsit már otthonossá teszi Európát. Ezzel együtt nagyon nehezen ment, hiszen hát azért ez a telekommunikációs cégek, ezek nem kis cégek, ezeknek nagyon nagy a befolyása, nagyon nagy a lobby ereje, először hihetetlen ellenállás volt. Itthon Magyarországon a Népszabadságban, mert már szegény lap nem létezik, és áldozata lett ugyanannak a vadkapitalizmusnak, amit akkor még hirdetett, de megjelent egy olyan cikk, hogy hát ez egy ilyen sztálini módszer az, hogy meg politikus megszabja, hogy mennyi a telefonálás díja. Hát ez a piac majd kialakítja. Ez volt a nézet, és hát nem csak a Népszabadságnál, hanem nagyon sok helyen. De aztán valószínűleg az lehetett, hogy a fő döntéshozók rájött, egyrészt a okosabb mobilszolgáltató rájött, hogy a tízszer annyi telefonálnak, hogyha kevesebbet is fizetnek egy telefonért, akkor is nőni fog a forgalom. Tehát az értelmesebben rájött, hogy kis veszteség után haszon lesz belőle. A mások pedig rájöttek valószínűleg, hogy az Európai Unió, az állampolgárok olyan kevéssé érzik, hogy mi jót jelent nekik az Európai Unió. És ez pláne annak, ez leginkább annak a fiataloknak és mondjuk középosztály, jómódú középosztálynak, akinek természetes, hogy havonta egyszer utaznak külföldre, tehát leginkább a hangadó, az opinion lídereket segítette Európában. Tehát ezért is fogadták el, mert rájöttek, hogy hát minden, nem volt olyan Európa parlamenti politikus, akinek ez ne használt volna. Legyünk őszinték. Tehát ez annak szólt, aki Európában gondolkodik. Az európai parlamenti képviselőknek egy kötelező tevékenysége a valamely
EU-n kívüli országgal vagy országcsoporttal foglalkozó, lényegében véve az IPU mintájára megalkotott országcsoportban tevékenykedni. Ez egy kötelező feladat mindenkinek. Ön a tevékenységén belül főként melyik országokban jár, és akár ezen kívül például más bizottsági munkák kapcsán, mondjuk balkáni bővítési ügyekben, vagy akár média ügyekben, környezetvédelmi ügyekben, hivatalosan az Európai Unió képviselőjeként hol járt a világban? Én voltam az alelnöke a Makedón Európa Parlament vegyes bizottságnak, ráadásul nem volt könnyű feladat, mert az elnök görög volt, és hát ugye akkor még a névhasználatról is folyt a vita Görögország és Makedónia között, úgyhogy nagyon sokat jártam Skopjébe, és tényleg jó barátaim is voltak ott. Akkor ugyanaz volt a helyzet, ott volt egy szocialista kormánypárt és egy kis liberális koalíciós partnere, meg nagyon szerettem Skopjét, tényleg ez egy olyan város, ahol bármikor szívesen visszamegyek. Van ott a kőhíd mellett van egy ilyen, volt Skopjében? Eddig még sajnos nem, pedig Makedónia engem is nagyon érdekes. Például nekem, ha már a filmeknél tartunk, nekem a top 3 kedvenc filmem egyike egy makedón film, Milcsó Mancsevszkinek az Eső előtt című filmje. Igen, láttam. Na és ott volt egy ortodox templom a kőhíd mellett, és akármikor mentem, de mindig elmentem. És... Na mindegy, szóval Makedónnak voltam az alelnöke, és azon kívül meg van egy olyan is, hogy vannak az Európai Parlamentben ilyen önkéntes csoportosulások. Intergroup, igen, tehát még talán intergroup se volt, de mindig a palesztin kérdéssel foglalkoztunk. Ugye van egy utazási keret, és ilyen értelemben, hát ugyan magunk pénzén mentünk, ugye uniós pénz volt, de keretet, az utazási keretünket használtuk föl. Így voltam kétszer is gázai övezetben, ami hát elég nagy élmény volt, azt kell mondanom, hogy a publicisztikában is megírta. Megírta, és a laptopomnak ugye az a védőképén még mindig arra, nem tudom megmutatni, az a fényképen, ahol állok két fatakos katona között, aki két méteres fatak testtől volt, amikor Gázában voltam. Szomorúbb a dolog annyiban, hogy valószínűleg már nem élnek, mert az egyik évben, amikor ott voltunk, akkor még a fatak kormányzott, és a következő évben akkor már Hamasz átvette a hatalmat, és több száz fatak katonát megöltek, úgy vették át a hatalmat Gázában. Hát nem tudom, ezek a fiúk is élnek, vagy nem, de minden esetre kétszer voltam Gázában, és hát nagyon nagy élmény volt, kétségtelenül. Milyen élményeket tapasztalt konkrétan Gázában, és a zsidó-palesztin kérdés kapcsán az Európai Parlament képviselői közül mik a különböző álláspontok, mert ugye ez egy nagyon kontroversz téma, tehát az Unió is meglehetősen óvatosan igyekszik ebben az ügyben bármit is, akár lépni, akár nyilatkozni. Hát leginkább az az igazság, hogy szemben a magyar közgondolkodása leginkább a nyugati kommunisták vagy szélsőbalosok voltak, a palesztin pártiak, egy olasz kommunista képviselő asszony volt ennek a intergroupnak, talán az volt a vezetője, olaszok, görögök voltak leginkább aktívak benne, meg jött velünk egy cseh, aki csak azért, hogy mindennek ellent mondjon, egy ilyen néppárti cseh. De számomra én nem voltam soha elfogult egyik párti vagy másik párti. A legnagyobb élményem is, egyébként írtam is egy könyvbe elosztott a Juda Lahav, nem tudom mondani a neve, valamit egy Jehudán írják Judának, egyik Lahav, egy magyar származású izraeli újságíró, akinek megjelent egy nagyon szép könyve a Megbékélés a Közel-Keleten, és nem zsidóként engem kért föl arra, hogy a előszót írjam. Azt tudom csak mondani, amit megírtam benne, hogy az ember, ha a gyengébbekkel okon szenved, akkor a palesztinokkal okon szenved, de másrészt meg, ha intellektuálisan az izraeli baloldaliak azok, akiket leginkább egy nyelven beszélünk, még ha ez nem is szó szerint magyarul. Tehát amikor Gázából megérkeztünk, visszamentünk Jeruzsálembe, és beszélgettünk izraeli baloldali értelmiségiekkel,
oly mértékben megértették a palesztinok problémáját, és azt mondták, hogy Gáza egy börtön, hiába mentünk ki onnan, Gáza egy börtön, ami tulajdonképpen a börtönben az ember ki akar szabadulni, és veri a rácsot, és gyűlöli a fogvatartókat. Tehát, hogy így kell szemlélni őket, tehát el kell, tehát nem kell, hogy mondjam, védekezni kell ellenük, meg nem kell az agresszióval egyetérteni, de az okok az oka a rendezetlensége a kérdésnek. És ezt olyan szépen elmagyarázták, és az egyik legnagyobb szívfájdalma, ha lehet ilyet mondani, hogy Izraelben az a fajta toleráns baloldal, ami valaha Izraelt jellemezte, hiszen a alakulása után szocialista munkapárti kormánya volt évtizedekig, ugye úgy lassan teljesen elfogyott Izraelbe. Ebben persze biztos része van a arab erőszaknak, a palesztin erőszaknak is. De szóval izgalmas évek voltak, igen. Rendszeresen hangsúlyozza, akár publicisztikában, akár egyéb megnyilvánulásaiban a vallásosságát, ami azért egy érdekes dolog, mert általában ugye a legalábbis ugye Európában, és itt most mondjuk a latin-amerikai baloldali keresztény mozgalmakat most szándékosan hagyom kettőtetben, mert ez egy másik világ, mint mondjuk az európai baloldaliság, az általában meglehetősen ateista politikát is visz, és általában ugye a szavazók is és a káderek is ugye ateisták a baloldalon, és a klasszikus hívő szavazók általában ugye jobboldali pártokra szoktak szavazni, és azok az emberek, akik vallásos érzületűek, a politikai karrierjüket is általában valamelyik kereszténydemokrata párt színeiben igyekeznek megvalósítani. Ugye Marx ugye egyenesen a nép ópiumának nevezte a vallást, miközben azért vannak tényleg olyan figurák is, akik kifejezetten egyfajta keresztény-szocialista elgondolás alapján írtak, akár könyveket, vagy politizálnak. Ön hogyan hozza össze egy gondolkodásmódban, egy testben, egy életútban a vallásosságot és a baloldaliságot? Az igazság, hogy nekem soha, több részt sokszor megkérdezik, nekem ez semmilyen gondot nem jelent, hiszen először is a vallás meg az egyház nem pontosan ugyanaz. Másrészt meg, hogy a katolikus egyház szerencse, amit a Ferenc pápa van, azóta kvázi igazolva érzem magam, mert nagyjából úgy gondolkodom a világról, a politikai kérdésekről, mint ő, de előtte is mindig találtam olyan embereket, akikkel ezzel egyetérthetünk. Ami meg a magyarországi helyzetet illeti, itt egyébként valami nagyon félrecsúszott. Tehát én 94-ben nagyon alapos, sokkal közvéleménykutatásnál sokkal alaposabb exit pollok készültek annak idején a 94-es szavazásról, és kiderült az, hogy ugye van a különböző kategória, hogy ki mennyire hívő, és akkor van egy hónapban legalább kétszer templomba menő, legortodoxabb hívőn kívül ilyen a hívő, és akkor ugyan az MSZP több százalékot kapott, mint a KDNP, de darabra több katolikus szavazott a szocialista pártra, mint a kereszténydemokrata néppártra. Persze az egyik 32%-ot kapott, a másik 7, de annak idején még, amikor hát már nyilván nem emlékszik el, amikor Horn Gyulának volt az a koronája, a balesete után, és akkor két szavazás között, tehát az első, ami volt második forduló, a két forduló között a Paskai László bíboros meglátogatta a kórházába. És a szocialista párt pedig írt egy ilyen húsvéti levelet a hívőknek, ezt például én írtam, de persze nem így volt találja, hogy Hegyi Gyula, hanem Magyar Szocialista Párt, és ennek akkor néhány százezer szavazót ezzel szereztünk. Nem azért szereztünk, hogy szerezzünk, hanem mert még természetes volt. Utána jött azt hiszem két dolog, egyrészt, hogy a Fidesz nagyon ráhajtotta arra, hogy az egyházat a maga mellé állítsa, másik pedig ennek,
háttérbe, és egyszer talán majd megjön. Háttérbe tanulja voltam, a püspöki karnak jó viszonyban voltam, akkor még ők nagyon-nagyon nem akarták, hogy a SZDSZ kapja a kulturális tárcát. Kifejezetten volt jelöltjük, aki népfrontos jelölt, és amikor a Fodor Gábor kapta, és az SZDSZ, akkor ez egy nagyon nagy szakítás volt. Tehát akik hajlandók lettek volna együttműködni velünk, azok úgy érezték, hogy ez egy pofon volt nekik. Kit akartak arra a posztra? Elmondom Glac Ferencet. Mert ő volt, ebben nagy titok nincsen, mert a Glac Ferenc volt 90-ig a... Nem volt pártag, de miniszter volt, és az MTA elnöke. MTA elnöke, történész, egy ilyen mondjuk így történész, aki alatta az egyháznak már megállapodásokat kötött. Azt szeretik, hogy nagyon jön vissza. És akkor egy ilyen módus üvendi lett volna. Hát helyette, ugye a Gábort én ismertem, hát ő nem csak liberális volt, hanem ultraliberális. Tehát ez. És még az is benne van, ha már erről a témáról beszélünk, hogy azért ugye az egyház az egy 2000 éves intézmény, és a politika az nem csak elvekről szól, hanem viselkedésről is. 60-70 éves püspökök között megjelent a akkor 30-30-valahány éves Gábor a maga, hát hogy mondjam, fiatalos stílusával nem azt a képet erősítette, hogy ezek velünk együtt akarnak működni. Ez szomorú, hogy így történt. Fidesz a haszonélvező ennek. Az utóbbi években az MSZP alelnöki tisztségét is betöltötte, és a néhány nappal ezelőtti tisztújításon nem indult újabb ciklusért. Mik voltak az utóbbi két évnek, ami ugye egy meglehetősen turbulens, összefogásos és a majd parlamenti választási időszak volt. Mik voltak a tapasztalatok, amiket ugye alelnökként ugye a vezérkarban szerzett, és miért nem kívánnyert a tevékenységet? Hát nyilván nem éreztem sikertörténetnek, ami történt. Ez biztos. Azon kívül meg ugye ez nagyon nehéz helyzetben vagyok, mert ha azt mondom, hogy nem értettem valami lehet, akkor miért csináltam, miért nem mondtam meg? Ha meg azt mondom, mivel egyetértettem, akkor miért nem maradtam? Hát az az igazság, hogy én az állandó összefogás mantrát sose kedveltem, írásaimban sose emeltem szót mellette, Márki Zajról egy szót soha jót le nem írtam, rosszat se természetesen. Nem tartottam helyesnek az ő jelölését, de egy olyan hangulat volt, és ezzel tudom magamat védeni, hogy aki akkor szembe mehet volna menni, azt körülbelül a baloldali liberális közönség nagyjából, a Klubrádió és a ATV és a budapesti nyugdíjas klubok közönsége nagyjából keresztre feszítette volna. Azt hiszem ennyi kifejezést használott. Tehát olyan elképesztő nyomás volt, hogy össze kell fogni. Megszületett az ellenzéki szavazó. Egy pillanatig nem hittem, hogy ez igaz. A Márki Zajjal többször beszélgettem. Az volt az érzésem, hogy lehet, hogy csoda történik. Tehát nem mondom, hogy hát biztosan tudtam volna, akkor föllépek. Mondtam, lehet, én vagyok a hülyát, nem értek, biztos végül is Amerikában sikereket hozott. De volt egy pillanat, amikor azt gondoltam, hogy talán ő tud nyerni, de... Rövid pillanat volt, de hát nem is voltak igazán jó jelöltek. Tehát azt mondom, hogy a legjobb jelölt nyilván Dobrev Klára volt, én ezt nem tagadom. De hát ő mögötte meg egy olyan háttér volt, és azóta is látjuk a MSZP-DK viszonyt, hogy nyilván nem lehetett mellé állni úgy, hogy az ember a szocialista párt integritását képviseli továbbra is. De egyértelmű. Egyébként miért lett volna Dobrev Klára éppen a legjobb jelölt? Hát akkor volt egy olyan hullám, hogy nő legyen, értelmes legyen, nyelveket tudjon. Ugye Magyarországnak olyan nagyon-nagyon rossz volt a külföldi viszonya, most még rosszabb, de neki volt egyfajta külföldi beágyazottsága Európai Parlamenten keresztül. Tehát azt gondolom egy olyan, de úgyse nyerte volna meg, tehát ez tulajdonképpen egy ilyen elméleti beszélgetés. De valószínűleg abban a pillanatban
elfogadhatóbb lett volna abba a körbe, ami szeretnénk visszamenni Nyugat-Európába, mint akár a Márki-Zay. Hát a Karácsony Gergely meg egy külön történet. Én nagyon régen ismerem őt, becsülem is, szeretem is, de azt gondolom, hogy mindenkinek megvan, ahogy én nem akartam soha miniszterelnök lenni. Aztán mindenkinek megvan az a szintje, ameddig jól csinálja, és van egy szint, ami már nem biztos. Tehát én tovább is azt hiszem, hogy jó polgármester Budapesten, jó ügyeket visz föl, ahhoz képest, hogy milyen nehézségekkel küzd. De őszintén szóval nem tudom, hogy az a fajta kitartás, taposás, ami kell ahhoz, hogy... Hát láttam a Horn Gyulán, aki de tényleg jobban voltam, ő volt az egyetlen miniszterelnök, akivel szinte naponta beszélgettünk, aki azt mondta, hogy egyszerűen az, hogy napi 4-5 órát alszik csak, az milyen borzasztó dolog, milyen nehéz dolog. És hát valaki ilyen tisztet elvállal, akkor vagy vállalni kell, hogy 4-5 órát alszik, vagy azt, hogy úgy csinálja, hogy helyette mások csinálják a dolgot. Jakab Péter, Fekete Győr András és Pálinkás József jelöltsége kapcsán mi volt az állás? Hát ilyen én is lehettem volna. Ha rossz poénnal válaszolnék, azt mondanám, hogy ilyen én is lehettem volna. A Jakab Péter, ezt elmondom, de ez talán nem. Jakab Péter, leginkább azt tudom, hogy van egy nagyon kedves meleg barátom, aki azt mondta, hogy neki tulajdonképpen nagyon tetszik, mint fiú, de hogy politikus, hát miért politizál? Nem, semmit nem mondok a Jakabról, tehát őkkel, vagy csak tudod, ennek a sásznak, olyan helyes sár, de miért akar politizálni? Na, ez elnézést, egy kicsit elpoinkodtam, de tényleg igen. Hát igen. Hogyan lehet esetleg az ellenzék állapotán javítani, hiszen a összefogásos választás után fölmerül a kérdés, hogy hogyan tovább, mindenki megint teljesen külön utakon, vagy bizonyos részösszefogások legyenek, egyáltalán mi az az út, amit érdemes az ellenzéknek járnia, és mi az, ami az MSZP útja. Igen, azt hiszem, hogy a dolgot az nehezíti meg, hogy egy időben lesz, ügyes a Fidesz, egy időben lesz az Európa Parlamenti választás, ahol szerintem az MSZP-nek egyedül el kell indulni. Ezt képviseltem, és most már nem vagyok alelnök, de továbbá is, mint MSZP-tek, meg a baloldali tömörülés elnöke még vagyok, tehát minden meg kell méretkezni, és hogyha nem érjük el az 5%-ot, akkor le kell vonni ennek a tanulságát. Tehát nem lehet ilyen összefogás mögé bújni, azon kívül nem is lesz olyan párt, aki az MSZP-t 5%-ra bevállalja, tehát hogy olyan helyen szerepeltesse a jelöltünket, hogy biztos bejut. Gondolom mások pártok is el akarnak indulni. Ugyanakkor vannak a önkormányzati választások, amit lehetetlen jól szerepelni egyfajta összefogás nélkül. Azért azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy minél több olyan önkormányzatokban, minél több olyan jelöltet sikerüljön találni, aki nem pártjelölt, nem a pártok osztják ki a helyeket, hanem olyan ember, aki helybe elfogadott, vagy akár új jelölt, fiatal jelölt, aki helyben jó polgármester vagy önkormányzati képviselő lesz, és nem olyan alapon osztjuk el, hogy leül a 2-3 párt vezetője, és akkor azt mondja, hogy nem tudom, 14. kerület a tiéd, de nincs oda emberem. Hát nem baj, tegyél valakit oda, mert nagyjából így volt. Mindenképp a tiéd a kerület. Hát szóval, hogy ne így menjen a dolog. Akkor szerintem, és hát az MSZP részéről igazából el is mondtam, hogy két dolog alapvető, hogy elérjük az 5%-ot, és a jelenlegi polgármestereinket védjük meg minden áron. Hát Őrsi Gergely azt második kerületben, aki azt tudja, hogy a jobboldaliak fele is szereti, mert helyes, aranyos dolgozik rengeteget. A Tóth József a 13. kerületben, ahol Szombathelyen a Neményben, Emény András. Tehát akik vannak, azok maradjanak. Ez kell egy támogatás a többi pártól. Újhelyi távozásával ugye most kérdésé vált, hogy ki lesz az EP lista vezetője az MSZP részéről. Vissza akar térni az EP-be, vagy kit prognosztizál az MSZP EP lista vezetőjének? Az az igazság, hogy sejtem, hogy ki lesz, de ezt, ha megengedi, ezt mostan még megtehetem magamnak, mert nem akarom az illetőt kellemetlen helyzetbe hozni. Én biztos nem leszek, nem is vágyakozom már. Mindennek kitelik az ideje, úgyhogy most inkább
írok, meg sok minden mással foglalkozom. Nemrég jelent meg egy újabb krimi kötete. Mostanában milyen témák foglalkoztatják, hiszen írt verset, publicisztikát, hogy jött az ötlet, hogy most épp egy krimi regény megírásába. Ennek egy nagyon egyszerű oka van. Én nagyon sokat utaztam életemben, sokat repültem, sokat vonatoztam, mindig angol krimiket olvastam, angol nyelv használata is, és amikor a 200-at olvastam, azt gondoltam, hogy a fene vigye át, ennyivel írhatnék is. Aztán akkor kitaláltam egy hőst, kettő is megjelent egyébként ilyen blikfangos címmel, mint a Gyilkosság a templom lécsen, és Halálgyár a körtéren, jóval címekkel. Az utóbbi, az elsőt a Kossuth adta ki, és tényleg elég jó visszhangja volt, jó kritikák el is ment belőle sok. Ez a másik a pandémia idején jelent meg, úgyhogy egy kicsit visszafogta. Enkósa Judit fogalmazta meg a legjobban, hogy ezek tulajdonképpen regények, csak miért nem igazi regényt írsz, mert a történet leírása, tehát maga a krimi nem olyan jó benne, mint a, mondja ő, a jellemrajzok. Úgyhogy ezen okulva most elkezdtem írni egy regényt, amit már elég régen írok, ami tulajdonképpen egy ilyen laza önéletrajzi és nem önéletrajzi történetek összedolgozása. Remélem, hogy sikerülni fog. Hát azon kívül meg ugye a publicisztikát rengeteget, be sokat írok. A korábbi politikusokkal, EP képviselőkkel, bármelyik országból, illetve bármelyik frakcióból, vagy akár a frakción kívüliek közül, kikkel tartja még a mai napig a kapcsolatot, akár szakmai, akár baráti értelemben? Hát túl sokkal nem, olyan értelemben volt EP képviselőknek egy ilyen társasága Brüsszelben, vagy klubja, annak tagja vagyok, és ott néha találkozom olyanokkal is, akikről nem is tudtam, nem egy ciklusban voltunk, ott van egy iroda, azon kívül pedig van egy olyan, mivel az aktív EP képviselők nem tudnak utazgatni külföldre, azért most a pandémia előtt volt inkább, most már kevesebbet, van egy olyan, hogy egyetemekkel lehet menni, és akkor az unió, a parlament küldi az embert, és mondjuk a szállást, repülőt, fedezés, akkor ott előadást kell tartani. Legalább 10-12-ben ilyenben voltam, és akkor volt, hogy másokkal együtt voltam, volt, hogy egyedül, például Törökországban, ami nagyon izgalmas. Olyan, főleg olyan helyeken izgalmas, ahol még a nem EU tagok az emberek, és ezért a fiatalokban egy ilyen olyan lelkesedés él, mint ami 20 éve Magyarországon volt. Tehát Izmirben voltam például, Tiranában voltam, Skopjében így visszamentem ezzel, meg hát Európai Uniós országokban is. És az ember bemegy abba az irodába, Brüsszelbe, ott van a parlament épületében, mindig van egy-két kollega, és beszélgetünk. De olyan a Szent Iványi Pistával, Szent Iványi Istvánnal együtt ülünk a Magyar Atlanti Tanácsban, meg a Becsei Zsolttal, éppen most a orosz ügyben, orosz-ukrán ügyben volt egy ülés, és akkor ott mi voltunk hárman az EP képviselői. Volt EP képviselők, akik a Magyar Atlanti Tanácsban dolgoznak. Budapest, Fonyód és Brüsszel lakcímei között hogyan osztja meg az idejét mostanság? Igen, hát elvileg harmadolom, de talán Brüsszelben most már kevesebbet vagyok, mert azért még amikor már minden véget ért, akkor még a Népszavának voltam ilyen brüsszeli tudósítója. Nagyon kevés, igazából inkább jelképes összegért, de hát ott volt a lakásom, meg ott éltem, úgyhogy szívesen írtam neki. Szeretek Brüsszelben lenni nagyon, de most a pandémia sokak életét, én hál' Istennek nem lettem beteg, sokak életét megváltoztatta, de annyiba, hogy a fonyódi kis lakásomat nagyon megszerettem. Tehát ugye volt másfél év, hogy nem lehetett külföldre menni, itthon nem lehetett szállodába menni, de az embernek volt a Balatonon egy kis lakása, akkor oda el tudott menni, és ilyen értelemben egyre kevésbé vagyok budapesti, és egyre jobban érzem magam. Soha nem éltem vidéken, úgyhogy megkóstolom a magyar vidéket. Nagyon érdekes különben.